Tavaly nyáron megkeresett egy szülő, hogy ikergyerekei vannak, akikről az egyik az hát mozgássérült, és úgy értesült a városban, hogy foglalkozó úszásoktatása. Az volt az első olyan indítatásom, hogy olyan dolgot próbáljak meg létrehozni, amiből később esetlegesen lehet profitálni. Elkezdtük a kis fiúval az úszásoktatást, és azt láttuk, hogy olyan szinten történik meg a fejlődés, ami felállítja esetlegesen még egy tolókocsiból is, mert sajnos ez volt a kilátása neki. Utána, amikor kezdtünk haladni vele, azt láttuk, hogy az úszásnak milyen iszonyatos gyógyító ereje van. Úgy döntöttem, nem kis háttérre a bátyám és édesapám segítségével, akik szintén benne voltak az úszósportban, így Gyulán, és úgy gondolom, hogy nem is kis eredménnyel, tudva lévő, hogy bátyám az, aki úszásban ötszörös olimpiai bajnok, amit annak idején New Yorkba ért el, és valójában én együtt nőttem föl vele, és ez a fajta indítatásom, ez valami együtt létünk miatt megindított, és azt láttam, hogy nekem folytatni kell ezt, amit édesapám annak idején csinált. Ez az első eredmények után úgy döntöttem, hogy megpróbáljuk az igazgató úr jóváhagyásával egy picit intézményesíteni és megpróbálni kiterjeszteni, illetve akik az úszószakosztálynál, vagy éppen még nem, de később már ide került gyerekek, azokkal tudjunk olyan munkát végezni, amelyik a társadalommal való beilleszkedésüket segíti, és az egészségükre is pozitív hatással van. Nem tudtam külön választani kétféle dolog között, kétféle sérültségi fok között örültem. Az egyik a mozgássérültek, akik mozgásukban akadályozhatottak. Ez lehet akármilyen formája, akár végtaghiány, vagy oxigénhiányos állapottal születtek, és a fél oldaluk gyengébb, mint a másik, vagy pedig gondolkodásukban akadályozhatott gyermekekről van szó. Azt láttam, hogy mind a két irányba rendkívüli mértékben fejleszti mind a szellemi, mind a mozgás képességüket azáltal, hogy a vízben egy szisztematikus mozgást végeznek. És természetesen ezek egyre több, egyre erősebb munkával eljuthatunk arra a szintre, hogy ővelük is versenyekre tudunk menni. Jelenleg van kettő szellemileg akadályozhatott úszó, akivel megyek versenyre. Az egyiket mindenki ismeri, az Nusó, a másik pedig egy Csernovics Nóra nevezetű kislány, aki annak idején óvodába választottam ki, hogy alkalmas lehet ilyen tevékenységre. Egy rendkívül szorgalmas, céltudatos kislány, annak ellenére, hogy különböző problémákkal küzd. A másik az Ungor Máté, ő neki pedig a bal kezén van egy olyan hiányossága, ami
ugye akadályozza a mindennapi mozgásban, viszont kiderült, hogy a sportban nem. Sportban maximális teljesítménnyel dolgozik, rendkívül tiszteletű és alázatos a sporthoz. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek is nagyon nagy szükségük van arra, hogy megkapják azokat a lehetőségeket, amit az év gyerekek megkapnak, mind a sportban, mind a hétköznapokban, mind az életben, és úgy gondolom, hogy ez egy kitörési pont a sport az ő számukra. És a szellemi fejlődésükben rendkívüli mértékben mindenki tudja, hogy milyen élettani hatással van a gyerekekre az, hogyha intenzíven, állandó levegővétellel dolgoznak, és egy oxigén túlsúly keletkezik az agyban, ami jobb szellemi képességre sajnálják, jobb tanulási képességeik lesznek, főleg, hogyha esetleg abban is akadályozhatottak. Én úgy gondolom, és hát nem utolsó sorban állás vagyok az igazgató úrnak, hogy megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy helyet biztosít arra, hogy ezt a kezdeményezést tudjam folytatni, és hát én úgy gondolom, hogy ő teljes mellszélességgel támogat minket. Mátének az édesanyja vagyok. A gyermekem többszörös fejlődés rendellenességgel született. Azt már láttuk korán, hogy neki valami mozgásra szüksége lesz. Tehát pici korától, egy éves korától gyógytornára jártunk. Aztán egy idő után azt mondta a gyógytornász, hogy valójában már nem tud vele mit kezdeni, az úszás lenne számára a legmegfelelőbb sport. És mivel neki gerincfejlődési rendellenessége is van, ezért neki szerintem egész életében úsznia kell, hogy a gerinc tartó izomzat karban legyen tartva. 7 évesen tudtuk a gyermekemet rávenni arra, hogy úszon a többiekkel együtt, addig nem igazán fogadott szót, és most már 8 éve járom ki a Gyulai Várfürdőbe. Folyamatosan változtak az edzők, de azért hetente 3 alkalommal jártunk edzésre. Ez mind a szülőknek, mind a gyermekeknek nagyon nagy kihívás. Nekünk szülőknek is nagyon sok időnket elveszik, mivel nem helyiek vagyunk, nem sarkadiak vagyunk, és túlára járunk át. De úgy érzem, hogy a gyermekemnek az egészsége érdekében mindent meg kell tegyünk. Most jelenleg Máté már középiskolás, de ugyanúgy járunk edzésre. Szerencsére most már van egy olyan edzőnk, aki komolyan foglalkozik vele, és szeretné speciálisan, tehát komolyabb versenyekre is vinni. Egy egészséges gyerekek között úszott, ott is megállta a helyét, de neki igazából az való, hogyha a sérült gyerekek között úszhat. Értelmileg nincsen vele semmi probléma, csak a keze nem úgy fejlődött, mint az egészséges gyerekek. Csernőz Valázs vagyok, a Csernőz Nóra Kata apukája, és mi azért kezdtünk el úszni, mert hallottuk, hogy a bíró Bermenet Mosó is, ő is autista, mert a mi a lányom is autista, és akkor hogy hallottuk, hogy ő is hogy nagyon szépen úszik, megtanult úszni, és akkor, hogy hát akkor meg gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor óvodáskorban beirattuk, ilyen 10 alkalmas óvodaúszásra, és egyszer csak fel lehetett menni megnézni, és akkor mondta az akkori oktatója, Jeszenszki Ákos, hogy menjünk, szeretném, hogy a délután is járna úszni, mert lát benne tehetséget a kislánynak, és így mi is elkezdtünk délután járni. Minket, és most már hát szerencsére olyan szépen megtanult úszni a kislány, hogy versenyre tudunk menni. Én Balogh Boglárka vagyok, Tölgye Botonnak az anyukája. Mi közel 1 éve járunk az Ákoshoz úszni. Nekem a kisfiamnak
gyakorlatilag beleszületett mozgássérülése van, tetraszpléziát állapítottak nála. Budapestre járunk felülvizsgálatokra, és ott javasolták az úszást heti több alkalommal neki. Ezért kerestem meg egy embert, hogy hátra elvállalja a kisfiamat. Körülbelül 6 éves korában kezdtünk el úszni. Amikor elkezdtünk úszni, még gyakorlatilag folyamatosan elesett, botladozott, nagyon félt a víztől. Amióta úszunk, azóta sokkal felszabadultabb, nem fél a víztől, maga biztos a vízben is, és így a szárazföldön is sokkal kevesebb esése van. Mi igazából nagyon sokat köszönhetünk ennek az úszásnak. A mozgása nagyon sokat változott, sokkal koordináltabb az általa mozgása, és nagyon szeret is úszni. Jöjjön mindenki úszni, mert ez egy olyan csodálatos, egy olyan plusz dolog a gyerekek életében, amivel az egészsége is javul neki. Az izomzatát karban tudja tartani, fegyelmet tanul, az egész életére kihat ez az egész. És én úgy érzem, hogy olyan felnőtt válhat belőlük, hogy aki tudja majd mi az, hogy mozogni és egészségesen élni. Szeretném, hogyha másoknak is példaként tudnék szolgálni, ahhoz, akik eddig még nem mertek elindulni az úszáson, vegyék, nyugodtan legyenek bátrak és induljanak el, mert biztos állíthatom, hogy megéri. Én ezt az úszást nagyon ajánlom mindenkinek. Igazából Gyulán nem nagyon volt erre eddig lehetőségünk, és nagyon örültem, hogy most megalapították ezt a paraúszásos csoportot. Nagyon ajánlom mindenkinek, akinek ilyen mozgáskorlátozott gyermeke van, mert nagyon sokat jelent a gyermekek fejlődésén. Úgy gondolom, hogy akik jelenleg ide járnak hozzám és intenzív munkát végeznek, példaképei lehetnek azoknak, akik még döntés előtt állnak, hogy megteszik ezt a lépést, akár szülők, akár gyerekek, a cél érdekében, hogy a gyerekek ki tudjanak teljesedni. Nem kell félni tőle azokat a fajta gátlásokat, amivel születésük óta küzdenek, azokat le kell vetkőzni, és biztos vagyok már, hogy tudunk segíteni, és itt mindenki szeretettel fogja fogadni őket.